Megoldjuk majd másképpen, így reagált Orbán Viktor Brüsszelben a devizahitelezés korlátozása miatt indított újabb kötelezettségszegési eljárásra. Közben a miniszterelnök sajtófőnöke bejelentette, hogy a kormányfő ott lesz jövő héten, és reagál is majd Strasbourgban a Tavares jelentésre. Az MSZP európai parlamenti képviselői szerint a jelentés elfogadása a Fidesz vereségét és az európai demokrácia győzelmét jelenti. A fideszes uniós honatják szerint viszont a jelentés csak egy politikai játék része. Jó napot, jó estét kívánok! Délután megkezdődött az uniós csúcs itt Brüsszelben. Ennek egyik legszembetűnőbb jele, hogy a sajtóközpont zsúfolásig megtelt, több újságírónak már nem jutott ülőhely. Persze nem csak itt tolongtak az újságírók, hanem a bejáratnál is, ahova folyamatosan érkeztek az európai állam és kormányfők. Orbán Viktor mikrobusza délután 4 óra előtt nem sokkal érkezett meg ide a helyszínre. A miniszterelnöktől azt szerették volna megtudni az újságírók, hogy a legújabb kötelezettségszegési eljárása kapcsolatban mi a véleménye, ugye ez a devizahiteleseket érinti. A miniszterelnök azonban szűkszagúan válaszolt. Közben kiderült, hogy Kína helyett mégis Strasbourgba utazik jövő héten Orbán Viktor miniszterelnök, ahol napirenden lesz az Európai Parlamentben a magyar kormányt elmarasztaló Tavares jelentés. Az MSZP európai parlamenti képviselői szerint a jelentésbe bekerült, hogy a következő magyarországi választásokra megfigyelőket küld az Unió. A Tavares jelentés az a Fidesz politikai veresége, már most ebben a helyzetben is, de fogalmazhatok pozitívan, ez az európai demokráciának a győzelme. A Fidesz uniós képviselői körében is téma volt ma a Tavares jelentés. Ők azt mondják, tudták, hogy ez lesz, nem számítottak másra. Ez a jelentés attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdődött íródni, minden belső parlamenti szabályt felrúgott. Maga a készítése, a formája. Azt, hogy hogyan kezelik, az jövő héten Strasbourgban kiderül. Most viszont itt Brüsszelben az európai állam és kormányfők a foglalkoztatásról, a fiatalok munkanélküliségéről és a gazdaság hosszú távú kilátásairól egyeztetnek, tárgyalnak. Az ATV híradóját Brüsszelből Kis Ferenc tudósította.